Sziasztok! A mai adásban arról fog beszélni, hogy hogyan készülnek a felvételeink, mivel, mennyi idő alatt. Hát, főleg a mivel, meg a hogyan. Hát a szakemberek nagyon fognak röhögni, akiknek ez a szakmája, meg akik komolyabban művelik ezt a dolgot, mint én, vagy, vagy mint mi. Egyetem miért kezdtem egy Youtube-ozni? Nagyon nagy zaj van a fejembe, tele van állandóan gondolatokkal, folyamatosan a feleségem azért veszekszik velem, hogy látszólag figyele ide egyébként teljesen más két különböző dologra is tudok koncentrálni. Általában mindig nem arra, mire ő szeretné. És a fejemben lévő gondolatokat, meg a tudást szerettem volna megosztani az emberekkel, ez volt az elsődleges cél, kvázi ilyen edukációs, oktatási cél, hogy hogy az emberek egy kicsit tisztábban lássanak ezen a használt autó és föl legyenek vértezve olyan ismeretekkel, amikkel fölvértezve kevésbé tudják hőket becsapni. Szerintem ez úgy nagyjából sikerült is, mert hát folyamatosan készülnek ilyenek, meg ugye jönnek ezek a Facebookos csalások, ezek a mindenféle átverések, ezek a gamutermékek, ez is egy nagyon jó kis ö, téma lesz még mert van betárazó ilyen, csak hát idő nincsen elég. És hát ez volt a, a, a motiváció. Hát aztán utána ugye e, meg a, az igazságtalanságok, meg a rendszerhibák, mint az NKH, hát a Carvertical az, az egy parádé, a közlekedési hatóság kifogyhatatlan téma, Vesz még, be vagyok tárazó egy évre előre témával. Úgyhogy akkor így kezdődött, meg akkor a movie ötlete megszületett a fejembe, hogy kéne egy ilyet csinálni, és akkor ez lett belőle. Mivel kezdtük? Hát, ugye, minden, mint mindenki, azt hittük mi is, hogy egy mobiltelefonnal majd jól kifújjuk a youtube rát. Hát, nem feltétlenül sikerült. Aztán rájöttünk, hogy hát igazából valamiféle műszaki felkészültség. Szükséges ehhez, meg eszközök, mert egyszerűen nincs hangod mobiltelefonnal, csak nagyon közelről. A legelső videónkat, ez a jazz beázás, azt egy GoPro-val vettük föl. Úgyhogy ha, kimentünk, bors, megnyomta a, a gombot, aztán elkezdtem beszélni, és ez lett az első videónk. A második videónkat, azt a golf beindítást, a Van első adását, azt a Megyó vette már föl mi nem is ismertük a megyót, a per Laci haverja. És úgy került oda a forgatásra, hogy mondta Laci, majd ő hoz mert úgy mentünk oda, hogy majd, majd hát előveszük a telefont, mindenki ott valamit videózgat, aztán lesz belőle valami, semmi elképzelés, hogy itt ez, mi lesz ebből. És a, a, Laci hozta a megyót, és a megyó első pillanatra láttuk, hogy tök hülye az ember, ez idevaló. Az közénk való, és akkor egy saját mobil telefonjával elkezdte felvenni az adást, és megvágta, és mi csodálkoztunk, hogy azt a mindenit ilyet lehet csinálni, miért biztos nem tudunk. Aztán utána kimentem a movie-ra, az első Roadmovit, az elsőket, az elsőt nem tudom, utána vettem egy, az nem tudom milyen telefonnal volt, valami nagyon eleggel látszott a képen, és most így visszanéztem, hogy az első róm, milyen szar a kép, szar a hang, minden szar. Aztán utána vettem egy Xiaomi Mi 8 lite -ot. azt mondták, hogy az nagyon jó lesz. Nem lett, nem lett nagyon jó, de azt hittem. Annak hanghibái voltak, meg képhibái voltak, tehát ilyen fókusz problémái voltak, így, így teljesen random így el kellett a fókusz. Az nem volt egy jó telefon, aztán azt nem is tudom az mi lett azzal, utána vettem egy Samsung Galaxy S8-at, és amikor azt kezdtem el használni, akkor már ott kommentelők írták, hogy ez az most, na végre jó a hang, meg jó a kép, azóta azzal nyomtam egészen a gyászos végig, amikor is az egyik két három művel ezelőtt egyszer lázasan hazajöttem. Hát nem Covidos voltam, sokan írták, hogy Covid, mert egy ez, 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 ez olyan brutális hasmerés jött rám, hogy, hogy én Németországban az összes WC-t megtiszteltem hazáig. És végén teljes rottyom voltam. És a, a, a mi, nem a, még ott a halálomon lázasan itt, na mondom, gyorsan egy lekonfot felveszünk a végét, és ahogy, ahogy elővettem a telefont, hát reszkedtem így a, a, a láztól el is ejtettem úgy szépen így lapján arcra a kőre, úgyhogy az ott ki lehet a lelkét. Drágább volt volna megcsináltatni, mint, mint maga a telefon. És akkor vettem egy Samsung Galaxy S10-et. S10 plusz S10 talán, vagy mit tudom, valami ilyesmi. És azzal készültek azóta. Te a samsung -e meg megtalálhatna egy kis együttműködéssel egyébként, ha melyen reklámot csinálunk. Aztán mi volt még? Volt GoPro, ugye a GoPro után a pistejtnál láttunk egy gimbalt, egy ilyet, egy DJI Osmo gimbalt, akkor vettünk egy ilyet, hogy majd ez milyen, is. és akkor ugye, aki nincsen ezeknek az eszközöknek az árához hozzászokva, hogy vannak ez egy kicsit sokkoló, hogy ez mennyi ezer forintba tud egy ilyen kerülni az valami kettő volt még akkor, vagy valamilyen, nem is tudom, nagyon sok pénz. De hát aztán ugye az ember elkezdi használni, egyébként a, a borsa volt az operatőr, meg a vágó is, és hát ezúton is nagyon szépen köszönöm neki, mert nagyon sokat köszönhetek neki, hogy ezt az egészet így gründolta, meg, meg intézte, és akkor elkezdtünk rájönni, hogy hát ennek is eszköznek is vannak korlátai, hogy kéne egy videokamera. Igen, de miért? Hát hülyék vagyunk hozzá, de nagyon, semmi közünk hozzá. És van egy haverom, Drags Bunny néven, szerintem jobban ismerik az emberek, Bodybuilder tévét csinálja, és hát ő már nagyon régóta dolgozik ezzel, és akkor mondta, hogy van egy Sony kamerája, amit nagyon szeret, mert egész jó hangot lehet vele csinálni, meg 4K-t tud, talán ez pont elég, is tök egyszerű használni. Most is azzal rögzítjük az adást, hogy azt nézem éppen itt magammal szembe. És akkor vettünk, már, már a típus nem lehetett újonnan venni, és használtan sikerült vennem egyet 140 forintért. Leírta a hirdető, hogy egyetlen egyszer használták, mert valami projekthez kellett, azóta nézik a szekrénybe, és meg is kaptam, és gyári csomagolás, meg a kis dróta a kábelen rajta, minden. Tehát tényleg patentvétel volt. Teljesen karcmentes, azóta is karcmentes. Aztán mi volt még? Ja, Várj, hát igen. Van egy ilyen van egy ilyen DJI Mobile 2, azt hiszem, vagy minek hívják, nincs ott a még. Azt hiszem, az, ezzel veszem fel a Robovit, meg a telefonnal. Tehát ez a, a Galaxy s 10 zel Hol van? Itt Ezzel. És hát azt hiszem, hogy egy legnézettebb autós tartalom szerintem a YouTube-on Magyarországon ezzel. Tényleg egy, egy mobiltelefonnal van kifújva YouTube-orra. Egyre, egyre inkább szembesültünk azzal a problémával, és ez már a... Megyóval csináltuk, azt hiszem a kis polsz kis videót van morandott, hogy hát vett egy ilyen szőr mikrofont, a, hogy egy ilyen döglött macskát a, a kamerájára, mert akkor már megy is vett egy kamerát, vagy ilyen, DJ, ilyen vettük, nem is tudom már, de hát szembesültünk a problémával, hogy szar a hang. Nincs hang. Kéne, hogy kellenének mikroportok, ja, az van rajtam. Na és akkor vásároltunk egy ilyen Rode Wireless Go nevű cuccot, ez ami 70 ezer forint volt, hogy mi ilyesmit étel, ebből vettünk mindjárt kettőt, meg két kábelt hozzá 60 ezeré, és akkor ezzel kezdtünk el hangot csinálni, és azóta van valamiféle értelmezhető hangunk, meg van egy ilyen kis mikrofon, amiben veledugjuk ezt, és akkor akkor három embernek tudunk hangot csinálni. És többnek is, csak adogatni kell a mikrofont így körbe. És akkor így kezdődött el ez a, ez a sztori. Aztán van nekem egy, egy ilyen szerkezetem. Ezt a kamera állványra rá lehet tenni, és akkor ebbe bele lehet csapatni a a telefont. Ez egy mobiltelefontartó, tartó, fel van rögzítve egy meghajított lemezre. És akkor így bele tudom rögzíteni a telefont, és akkor ezzel szoktam time et csinálni, meg stb. És hát ez a, ez a komoly állványunk. Hát az állvány is megér egy, egy misét egyébként, mert az is egy ilyen én nem is tudom, honnan került az hozzánk. Tehát ilyen Charles smart pont él, hogy nem is tudom, mis odáér. Na, jó lesz, ez valamikor tizen évvel ezelőtt szereztük, és a, amikor így valamire rá kéne tenni ezt, meg mit tenni, valahogy rögzíteni kéne, akkor jutott eszébe a feleségemnek, hogy lehet, hogy nekünk valahol van egy ilyen, ilyenünk, és hát a feleségemnek megvan egy olyan rendkívül a tulajdonság, hogy minden emlékszik, hogy mi melyik dobozba, melyik polcon, hol van. Tehát így benyúl, és kiveszi. <laughs> és mindig ott van. És akkor találhatunk egy ilyen állványt, és akkor most azzal nyomjuk, de hát az is egy ilyen a profi állványokhoz képest egy ilyen teszkos szar. <laughs> de kamera áll rajta. A megyónál van rendes cuccot, profi kamera van ott, már olyan kamera van, amely 8 k is tud meg. Ott ilyen nagyon sok hétjegyű szám el van költve, csak hát, ugye, ahhoz kell, a jó. Akinek egyébként nem ez a szakmája, autodidakta módon kitanulta, meg hát van hozzá egy egy érzék, ami nem baj, mert ez egyfajta művészi tevékenység. De hát hiába, mert ha nála van, persze, nálam is lehet, de csak csak majomnak is adhatod a számítógépet, nem sokra megy vele. Nem tudom használni, nem értek hozzá, nem ez a szakmám. Egyébként a Turán fricis anyag, meg a, a anyag, azt ugye Megyó csinálta, az sok pénzé van készítve, és az rendes cucca van felvéve, de hát azon látszik is. Egyébként a, a fricis meg a bultorob videó talán a, egy, hát két kedvencem szerintem, különösen a bultorob mert Nyilván őt ismerem, hát én nem is tudom, szerintem 18 éves volt, mikor először találkoztunk. Nem vagyunk barátok, meg semmi, csak ismerjük egymást innen a városba. De hát ez egy olyan téma volt, ami nekem nagyon kedves mind a kettő, a Turán is, is, meg a Buttorab is, mert, mert, versenyautó van benne, és hát a Rally az meg különösen közel áll a szívemhez, én azt tartom az autosportok, csúcsának, mert ott taknyon, jégen, sáron, aszfalton, murván minden, hogy kell ö, menni, és hát, és hát nagyon tudnak menni. És én, és én ezért szeretem, és hát ezért is ez. És ami másik, hogy a bútorab videó, az például valami 180 ezernél van, ami ilyen nagy, azért nagyon réteg érdeklődésre számot tartó dolog, de hát mégis nagyon jól ment. Hogyan kezdtük? Hát a borsának, volt némi fogalma erről az egészről, mert én már vagdosott így hobbi szinten otthon magának videókat, meg ilyen driftekről, meg hasonlókról, Tehát neki volt valami elképzelése, meg valami tudása erről, nekem semmi, nekem az elhatározás volt meg, odálltam a mikrofon elé, vagy a kamera elé, és elkezdtem beszélni. Ennyi. Mennyi idő alatt készülnek a videóink, ezt is sokan megkérdezték már, meg hogy hogyan csináljuk. Na most én naponta általában 12 órát dolgozom. Ez elég fixen megvan minden nap. A videóink az, az ebből az időből ellopott ö, időben készülnek. Tényleg nevetségesen kevés időt tudunk erre ráfordítani. Jó lenne többet, meg terben is van többet foglalkozni ezzel, de most jelenleg ez van. Tehát ez a 12 óra munka hétköznapokon és hétvégén is dolgozom. Tehát én rendszeresen dolgozom 5-6 órát minden nap, még hétvégén is sokszor. Általában úgy történik, az elején még forgatókönyvet se írtunk. Tehát tényleg annyi volt, hogy a borsa rám nézett, meg vagy. nagyjából, mit akarok mondani. Na, megvan. Jó, mondjad. És akkor elkezdtem mondani. Aztán rájöttünk, hogy volt egy-két hosszabb téma, amit egyszerűen képtelenség. Tehát elkezdtük úgy, hogy hogy megvan, megvan, nyomtam, ú, és utána kész lett a videó, és kifelejtettük, na akkor jó, muszáj lesz valami forgatókönyvet írni. Egyébként a videónál általában sokkal több ideig tart megírni a forgatókönyvet, sokszor több időbe, mert mindig az ember írja, aztán eszébe ez is, az is, amaz is, aztán ú, azt mégse úgy kéne, akkor átírja az egészet, nem kell egy forgatókönyvekre gondolni, tehát itt egy, egy oldalon vannak is kiccek, vagy vagy két A4-es oldalon megírva, itt megelőttem, hogy mit akarok mondani. Illetve a maga a videó, az nagyon-nagyon kevéssel kevesebb, vagy, vagy több a forgatás, mint maga a videó. A, az NKH-s videó az az Ariella amikor az NKH megakadályozta, hogy forgalomba tudjuk helyezni az autót, az volt talán eddig a leghosszabb ö, forgatási idő, mert azt négyszer kellett felvennem. Mert az első háromnál, hát különösen az első. fölmondtam. Ja nem is, az ötször lett felvéve, ötször. Mert először fölmondtam, úgy fölkurtam magam közben, hogy olyan egyesre sikerült a, a végén a videó, hogy Visszanéztem, és jó, ez, 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 ez mégse. És akkor volt még négy ilyen, még három, ami nagyon hegyes lett, és amit láttatok, az volt az ötödik. Az volt már nem hegyes, el tudjátok képzelni, mi volt előtte. Tűzi játék. Az első hosszú videónk az, aki elkapja a csalókat. Című videónk volt, amit az Albert a digitális nyomozóval forgattunk, és az, ha jól emlékszem, 1 óra 52 perc volt. Azt 2 óra 10 perc alatt vettük föl. Bejött az Albert, leültettem, szevasz, és akkor, de hogy mégis mi, ne foglalkozz el vele. meg, válaszolsz, beszélgetni fogunk. Kész, ennyi. Leültünk, 2 óra 10 perc alatt felvettük a videót. Borsa elvitte az anyagot, kivágta belőle a szemetet, meg ahol belebotoltunk a témába, és visszahívott, hogy, hú, hát azt. Na, 1 óra 52 perc lesz, mi legyen? Hát nem, mindenki ilyen 10-20 perces videókkal operál a neten. Nem, nem, leszarom, ez a téma így kerek. Ha 1 óra 52 perc, akkor 1 óra 52 perc. Aki akarja, vennézi, aki nem. A YouTube-on van hely, menjen föl. Fölment, az egyik legnézettebb videónk lett, és olvastuk a kommenteket. És ott írták az emberek, hogy hát meglátták, hogy 1 óra 52 perc, jó, majd kimegyek egy sörért, meg majd és a meg És megnézték. És volt olyan, aki írta, hogy kétszer megnézte az egészet, egybe. Egy más után. És ez a négy óra. Valami 550 ezernél tart a videó. Most néztem vissza, brutál. Aztán utána volt a... a Következő ilyen hosszú videó ugye az a bútorob is volt, ami 1-56 perc lett. Azt ugye Megyó vette föl, tehát ott maga a cucmirő összeállítja, az is egy komoly idő. Azzal, ami ilyen 3,5 óránk ment az el magával a forgatással. És utána az utómunka volt rengeteg, mert a, a Megyó nem autós ember, és a rengeteg vágóképet, amit lát, láthattatok abban a videóban, Robinak a különböző autóiról, azt úgy kereste ki a megyó, hogy ő satul a kocsihoz. Tehát ő, ő azt úgy is vezet, de ő, majd is, ő tudja is magáról. De semmi köze hozzá. És valami három nap volt csak a vágás. Most az munkaidőben az sok, azt ki kell fizetni. És az a kettő biztos volt, A emlékszem. De az egyik legnézettebb videó volt, és egy óriási Elismerést kaptam, mert pár nap múlva hivatalos voltam egy, egy könyvbemutatóra, ahol is a Fekete Kálmán a Feryánc csapatról írt egy könyvet, és annak a bemutatójára meghívtak. Mert az egyik ismerősöm a baba bácsának, Gába baba bácsának a fia, az Andis, ő Sertepert élt ott a könyv körül, meg hát az apukája a Gába baba is benne volt ebbe a, a csapatba és róluk készült egy film, egy, egy könyv, és oda mentem, és jöttek oda ezek az öreg rallirókák, akik évtizedeket töltöttek a sportba, és tényleg nem sok minden újat lehet nekik mondani erről az egész történetről, és oda jöttek gratulálni, hogy ez fú, ez mennyire jó volt, és tényleg, és fú, a legjobb videó is, 1 óra 56 perc, de nem érdekelt. Vol, ma, volt olyan, aki mondta, hogy, hogy kellett, és hát a YouTube-ot bármikor megállítod, de, de szorította, mint a Moziban, hogy az én nem megyek ki, mert hát, ha kimaradok valamivel. És ezek a, ezek a jöttek, és, és, gratuláltak, hogy fú, ez mennyire jó videó volt, és hát akkor azt mondtam, hogy megérte a pénzt, amit ebbe a sztoriába beletettünk. Egyébként a könyvet meg tudjátok rendelni, majd a, a beteszem a linkjét a, a leírásba. Senki nem fizet ez ez sportból. Tehát nem ilyen. Mindenki majd beteszem, hogy támogatott tartom, hogy baj legyen belőle. Születtek ilyen hosszú videó, de engem ez sose érdekelt, hogy, hogy meddig tart egy videó, mert ha én úgy érzem, hogy ebben van ennyi, akkor nekem jó. Tehát én azt a Bútor videót úgy, hogy én csináltam, ott voltam, mindent hallottam, ami ott elhangzott, szerintem én láttam háromszor. Mert nem tudom, odavonzott az egész, meg úgy jó volt a hangulata. És a másik az, hogy, hogy részben magamnak is csinálom ezt a videót, és azokat a, a videókat szeretem a legjobban, amiben én is jól érzem magam, mondjuk általában mindig jól érzem magam meg ami engem is érdekel, és olyan témákat szeretek földolgozni, és, és nem, nem megsérteni akarok benneteket, de hát nem a közönség mindenáron való kiszolgálása motivál engem, hanem hogyha tetszik a mozim, akkor tartsatok velem, de alapvetően nem azt akarom, hogy hogy is mondjam, tehát nem akarom elburvárosítani ezt a, az egészet, meg nem akarok olyan irányba elmenni, hogy, hogy tudom, hogy körülbelül mivel lehet megfogni a tömeget, és akkor én most elkezdek olyanokat gyártani, mert akkor, akkor én most egy szélesebb bázis telérek. Nem, ami engem érdekel, ha tetszik a mozi, gyere velem. Ugye a filmeseknél azt szokták mondani, hogy egy óra vágott, vagy forgatott anyagból lesz öt perc vágott anyag, hát nálunk ez pont fordítva van, tehát tényleg itt, itt, itt nagyon nem, nem úgy van. Hát szerintem itt az előkészülettel elment 5 perc, és már azóta mondom. És hát utána lesz egy lekonfasztán vége. Ugye a vágásról beszélek. Az elején a Borsa csinálta, ő volt az operatőr, nagyjából rendező az ketten voltunk, meg ő vágta meg a videókat, és hát csak neki a vagy, vagy munkaidőben, megmondtam neki, hogy mennyi haza, és akkor vágja a videót, vagy munkaidő után volt, hogy, hogy tényleg munkaidő után csinálta, Ezután is nagyon szépen köszönöm neki, és nagyon sokat tett azért, hogy ez a csatorna ott tart most, ahol tartunk, mert nélküle nem indult volna el egyszerűen, tehát ennyi. Ha nincs a borsa, akkor én egyedül ehhez kevés voltam, tehát azt tudtam, hogy vágó mit csináljak. Vágni most sem így telefonon próbálkozom, meg, tehát én, meg, meg, időm nincs erre egyszer, semennyi, hogy én ezzel foglalkozzak. Ő kezdte ezt az egészet csinálni, azt, meg a Megyó ugye a Van Morandot, meg a, a Turán Fricsiset, meg a, a meg a Megyóval lesznek még közös projektjeim, mert azóta beszélgettünk még, még másokról is. Ugye a Megyót nagyon szeretjük, egy teljesen elmerodjan csávó, igazi művész, egy olyan, annyira más mozi megy a fejében, mint az, mint az átlag embernek, hogy azt, azt nem lehet elképzelni. Tehát a Van című műsor, az tőle jó. Tehát az, hogy mi kimegyünk oda a bohóckodni, a kocsik mellé meg beindítgatjuk meg, hogy terhetjük magunkba, az nagyon jó. Egyébként a megyónak félelmetes umora van, tehát ömlik belőle a baromság ömlik. És, és ami, amiért más mozi megy a fejébe, ezért nagyon más rugóra jár az agya, akkor is, amikor, amikor viccet mond. És a rettenetes röhögés van, csak nem lehet bevágni ezeket a poénokat, általában a 99 ukat mert, mert, vagy politikai, vagy, vagy, vagy szexuális tartalom miatt nem annyira menne el. De mi nagyon jól szoktunk közben szórakozni a napi aktualitás, a politikai aktualitásokra nagyon jól tud reagálni, vagy rezonálni, a megy A politika, ugye, emlékezte a kedilekes videóra, a, volt, az oltás működik, az volt a címe, és mi, amikor el, megláttuk a videót, átküldte nekünk a megyó, mi, mi visítottunk a röhögéstől, de hát mi az ember ismerjük egymást, és tudjuk, hogy mi hogyan gondolkodunk. Az, késő jutott eszembe, hogy rá egy ilyen kis figyelmeztetőt, hogy humorérzék szükségeltetik szükség a megnézéséhez, és a magunkon való röhögés képessége. Nagyon sokan megsértődtek azon, azon, a videón, a jobb oldalon és a bal oldalon is. A jobb oldalon azért, mert hogy gúny tűzünk a kormány intézkedéseiből, a bal oldalon azért, mert, mert hogy az Orbánnak csinálunk reklámot, és nyeljük az Orbán seggét. Hát, egyáltalán nem erről van szó. Egyszerűen csak gúnyt tűztünk abból, hogy a politika mennyire az arcunkban van tolva, és ha mennéztétek, annak idején választások előtt egy, egy YouTube videót nem lehetett kinyitni úgy, hogy ne legyen Orbán, Gyurcsány, Márki Zaj. Ebből csináltunk gúnyt. Az egyetlen olyan videónk volt, ahol az első nap után kevesebb feliratkozónk volt, mint, mint, előtt a videó előtt. Valami mínusz 17-nél tartottunk, vagy valahogy így. De hát az embereknek szerencsén azért jellemzően van humorérzéke, és átjött nekik az, hogy ez ebben mi a vicc, de hát ez a videó az olyan, hogy nekünk is meg kellett nézni kétszer-háromszor, hogy, hogy, minden poén meglegyen, nagyon benne van, mert rettenetesen sok munkát tett a megyóra, nagyon sok vágás van benne. És aztán azt hiszem, amikor egy hét után már, már nagyjából elértük azt a feliratkozó számot, mint amivel elindultunk a videónál, akkor jött annyi, ami kompenzálta a leiratkozókat, de volt is, aki mondta, hogy na most volt elég, most izé, most leiratkozom, meg eltövő. Hát mindegy. Kicsit beteg a társadalmunk, de hát ez van. A YouTube-ban én azt szeretem, Sokkal őszintébb, mint a többi közösségi média, mert például a Facebook. A Facebook szerintem az a legszemetebb közösségi weboldal, amit én ismerek. Alig használom most már, mert az is gondok, nem befejezem az egészet, hogy bezárom a Facebook oldalt, mert pont semmi értelme. Tényleg a Facebook az azért jó, hogy álhírek menjenek rajta, politikát a tolnak a képetbe, és a csalók meleg ágya. Tehát tényleg ez a rengeteg átverős cikk, amit árulnak, az ami egészen elképesztés. Hiába jelentett, hogy átverés, meg hiába küldöm el a videót, meg mit tudom, hogy senkit nem érdekel. Zuckerberg úr birodalmában, aki tejel, az számít, mindenki más le van szarva. Hát nem is tartanak ott különben. Gerinc az ott se sok van. A YouTube-ban az a jó, hogy az egy őszinte hely. Vagy legalábbis, hát nyilván ott is megvan a a rengeteg reklám, meg amit tudom én, de az még mindig egy sokkal őszintébb hely, mert hogyha pocsék a tartalom, vagy nem érdekes, akkor az nem fog jó menni. Elérkeztünk oda a csatornánál, hogy hát azért el kéne kezdeni fejleszteni tényleg, tehát egy picit jobb legyen a minőség, és hát ugye ehhez a megyó kell nekem, aki ebből él, tehát ez a munkája, neki fizetést kell adni, meg hát ugye az utómunka sokkal több, mint maga a forgatás, pláne, hogy ő csinálja. Illetve hát vannak olyan ö, projektek, amik a fejben megvannak már, amikhez majd nagyon sok pénz kell, lesz egy, hát ha minden összejön, nem az idén, a jövőre nagyon jó lenne megcsinálni, hogy az elkövetkező valamikor, tervezek két olyan road movie hogy az, az ott lesz. Tehát az rendben lesz, csak hát az borzasztó, borzasztó sok pénzben lehet, hogy 8 jegyűszám lesz, nem hét. De azt én mindenképpen meg szeretném csinálni, úgyhogy ha tetszik a tevékenység, amit csinálunk, tetszenek ezek az NKH-s, meg számos, meg kárveritikálos videók, meg úgy egyáltalán ez az egész, amit mi űzünk, és szeretnétek támogatni, akkor van egy ö, magyar cég, aki Londonban üzemelthet egy Danably nevű ö, céget, ami olyan, mint a Patreon és hasonlók, csak ennek az az előnye, hogy a, a Patreon, meg a Google, meg stb. relatív nagy százalékot megtartanak abból a pénzből, amit ti nekem akartok adni, ez a cég viszont 90 százalékot ad nekem, és csak 10 százalékot tart meg magának, úgyhogy ha szeretnétek bennünket támogatni, akkor a linket megtaláljátok itt a leírásban, és tudtak nekünk esetleg segíteni, hogyha van lehetőségetek. Én nem fogom a csatornámat fizetősé tenni, nem lesz csatornatagság, nem lesz előfizetés, nem lesz semmi, és azért nem lesz ilyen, mert vannak visszajelzések, vannak személyes találkozók, vannak telefonhívások, és én azt tapasztalom, hogy van köztünk, vagy köztetek, nem sok, de van egy van azért számot tevő olyan ember csoport, akinek nincs lehetősége arra, hogy, hogy autózzon, vagy hobbi autózzon, hogy, hogy drift autót építsen, hogy, hogy hülyeségeket csináljon kocsikkal, és nekik ez az autózás. Hogy nézik azt, hogy mi hogy csinálunk hülyeségeket, meg hogy rontunk el dolgokat, meg hogy indítunk be autókat, és nekik, van olyan, aki egészségügyi okok miatt is alkalmatlan el a dologra, és én miattuk nem fogom fizetését tenni a csatornát, mert van olyan ember, akinek tényleg számít az 5000 forint is, meg az 1000 forint is, és én ezt meg szeretnének neki meghagyni kvázi ingyenes szórakozásnak. Ha tetszett a videó, tudjátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis csengettyűt, Várlak benneteket szeretettel a következő epizódokban. Sziasztok!